Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a JC channelen. Én Roli vagyok, és ez most a CMT V1 első része. Vagy a részben én azon gondolkoztam, hogy egy kicsit bemutatom a garást, és áruszállítóval fogunk dolgozni egy kicsit. Hát esetleg is felveszik a munkát a városházán, úgyhogy oda megyünk. Igen, ez az X5-ön van most, amivel most megyünk. Többit pedig majd megmutatom, hogyha visszaértünk. Ugye itt fogunk majd dolgozni, ide kell visszajönni, csak ugye nincs itt a munkakocsi fölvevős CP, úgyhogy muszáj átmennünk LS-be fölvenni a munkát, melót. Remélem nem túl hangos a játéknak a hangja, levettem. De azért mégis legyen valamennyi, ezért nem nullára. Amit tudni kell egyébként a csatornáról, az nem egy olyan túl nagy dolog. Majd szeretnék The Crew-ról is felvenni, ugye most adták ki a 30. szülnapra a The Crew-t. Amiről egyébként egy jó játék, én játszottam el vele Xboxon, még mikor kiadták. Illetve lesz egy The Hunter Hunger is sorozat és egy Euro Truck Simulator 2-es sorozat. A The Hunter ugye az egy vadászos játék, erről van már fönt videó a csatornán, csak nem olyan túl jó minőségben. Illetve van a Euro Truck Simulator, ugye az pedig egy kamionos szimulátor játék, nyilvánvalóan sokan ismeritek. Például oda is kijött most egy új DLC, ez a Schwarzmüller trailer, úgy pakol, hogy micsoda, azt hiszem, igen, hogy meg lehetett ingyen szerezni. Szerencsére meg is bírtam, úgyhogy nem mindenkinek sikerült, ahogy olvastam, mert volt, akinek azt értek, hogy limites, de például nálam nem. Úgyhogy megvan. És akkor hát majd azt is bemutatom, ha bírjuk. És nem gondolkozok, hogy hol menjek át, átmegyünk itt. Ugye, most a zsaruk azért ne. Nem akarok most zsaruzni. Igen, most azért reggel jöttem fel, mert most csak még 120-an vannak. Az előző rész, amit megpróbáltam fölvenni, az akkor voltak 400 valahányan. Nem azért, hogy lag vagy valami, de hát azért csak jobb így játszani, nincsenek még olyan sokan. Még. Hát például kereskedés, ez valószínű, hogy nem lenne jó ennyi ember, de hát igen. Ugye a munkákat a VH-n tudjátok felvenni is, ott tudtok felmondani is. A VH mellett van egy, aki kiállítja az igazolványokat, az ilyen papírokat. Ott tudjátok megújítani a jogosítványatokat. Ugye megmutatom, ugye nekem itt van például a jogosítványom. Ez 10. hó 3-áig jó. Itt van a fegyverengedélyem. Ez nem is az. Mindjárt elkanyarodunk balra, csak közben. Ez a fegyverengedélyem, és ez is például 10. hó 6-áig jó, régen nem volt neki ugye ilyen lejárati dátuma. Legalábbis a fegyverengedélynek jogsan volt. Személyigazolvány. És ugye az autóknak a forgalmi engedélyek, a műszaki ízéjük. Igen, nem jó irányba mentem közben. Mindjárt megfordulom. A határnál egyébként nagyon figyeljetek, mert büntetnek a rendőrök rendesen. Én is például ott tegnap kaptam egy 6000 dolcsis csekket gyors hajtás miatt. Hát a két rendőr szépen el volt bújva a mögé. Egyik oldalt a Trafipax, és akkor ugye perc elkezdtem neki nyomni, hogy hát jól mondom, elhagytam a Trafipaxot, elkezdtem neki nyomni, és egyből utána nem jöttek persze. Tehát ezt figyelték, úgyhogy
csinálunk egy ilyet, így. Ezt hamarabb is megtettem volna. Igen, hoppá, nálam maradt a fegyver. Ezt mindjárt bepakolom a kocsiba. És utána lehet venni. Tehát se sétapálcával, se ilyen baseball ütővel, amint a játék fegyvernek ír, nem lehet bemenni a VH-ra. Meg a bankba se, azt hiszem. Vagy a bankba be lehet menni, az a VP-be. Gyorsan bedobjuk a koltomat csomagtartóba. A lőszerét lehet, hogy nem... A lőszerét lehet, hogy nem... Vagy lehet, hogy azzal beengedne. De inkább berakom azt is, mert igazából... Ennyi lőszerem van, nem sok. Tehát elvileg ez benne van a pisztolyban. Inkább úgy rakom, úgy használom. Na, itt írja, hogy használjuk a felmond parancsot. Egyszerűen beírjuk, hogy per felmond. Írja, sikeresen felmondtál. El is tűntek a kukák a térképről, hála Istennek. Engem egy kicsit zavartak. És itt vannak a munkák. Alkatrész, import, export, bányász, buszsofőr, favágó, fémfeldolgozó, kukás és áruszállító. Ha lesz rá igény, akkor bemutatom őket. Egyelőre most csak az áruszállítóval fogunk próbálkozni. Mert ez közel van a garázsomhoz. Igazából azért. Illetve mutatom nektek, most már elszaladok, nem megyek vissza a kocsi. Itt van ugye mellette a... az az ember, akinél ki lehet váltani az engedélyeket, stb. Itt tudunk adásvételit is venni. Itt nála. Horgászengedélyt, útlevél, személyi igazolványt itt lehet kiváltani, és akkor utána megkapjuk ide a harmadik részébe az invertőrnek az iratokhoz. Nyilván üres adásvételi, arra nincs rájtva semmi. De egyből, ahogy vesztek egy autót, akkor lesz egy például egy más alatt. Ez elvileg két lap, és ennek nem úgy szokott lenni. Igen, és akkor igen, ez a az X5, tehát például itt írja az X5-nek a adatait, amiben a rendőr beleköthet, hogyha nem olyan színű, vagy éppen neon van rajta. Mert egyébként szerintem a neont azt nem írnák bele a forgalmiba, nem vagyok benne biztos. Hát mindegy, végül is jó az így is. Most berakom ezt a kevés pénzt, ami nálam van, hogy azért... Ne az legyen, hogy nem tudom, hogy mennyit kerestem nagyjából így a munkásmelóval, bár elvileg egy teljes kör az 2000 dollár, tehát most nem olyan rossz, de viszont elég sokat kell azért menni. Itt a kocsim szerencsére nem törték össze, így jól van, örülök. Ez jár ez a motor? Hát akkor megnézem, hogy esetleg nem ennyit van. Pont nincs itt van. ilyen motorokban ezért elég érdekes dolgokat lehet találni. Gondolok én fegyverekre vagy bármi másra. Hasznos lehet. Ezt egy RP-vel persze is lehet belőle szeretni, hogyha itt van. Na hát akkor irány vissza San Fierro-ba. Na igen, a pisztolyt nem raktam vissza, majd ha megállunk visszarakom. Én azért szerettem, ha nálam van. Lehet vele keménykedni. Igen, mindjárt rakjuk azt. Éppen lelassítunk. Mennyi 50-es trap, vagy 90-es? 90-es, akkor... Az jó közel volt. Igen, szólt is belőle a zene vonal. Hm.
nem, meneküljünk. Na szóval itt van ez a Traffic Pax, és itt kell nagyon vigyázni, mert nekem beálltak itt a tegnap mögé, és akkor én itt így elkezdtem neki nyomni, és már jöttek is utánam. Hát nem volt túl jó szívű a rendőr. De hát, mindegy. Egy kicsit meg is volt törve mondjuk a kocsi, de abba például azt nem mondta. Csak azt, hogy gyorsan hajtottam, szóval mindegy, egy kicsit érdekes. Nem is szoktam nagyon szárgúdozni. Látjátok, most se szárgúdozok. Csak a véletlenül egy számjegyet több van írva, és akkor igazából csak 20-szal megyek. Én akkor vigyázzatok, mert ha jön valaki, akkor nem olyan szögletesen tud kanyarodni, hogy ezek az utak ki vannak ide azért találva. Nem NPC, hogy szögletesen vegyék be a kanyar. Igen, ez itt egy 90-es trafi. Ez a legjobb trafi szerintem, mert nagyon nehéz belemenni. Vagyis én nagyon ritkán megyek bele. Tényleg akkor tényleg szágúzva, hogy tényleg belemegyek. Hát igen, a garázsom az itt található San Fierro-ba, egy nagy garázs, még annó vettem, egy emberképzés meg is maradt. Mondjuk úgy, hogy nyár elején, valamikor. Igen, nem megyünk be erre, mert behajtani tilos. Szépen szabályosan megyünk. Igen, most már látszódnak a kék CP-k, ahol fel lehet venni a munkásautót. Még itt is vigyáznom kell mindennapos bejárásnál, mert mennek itt, mint az állat. Igen, ez a garázsom, és ez a fele, ez egy nagy garázs. Volt itt nekem egy közepes... Nem, volt itt egy másik nagy garázsom is, de azt eladtam. Elcseréltem, nem is tudom már pontosan, hogy hogy volt. Na hát ide beparkolunk vissza. És akkor itt megmutatom gyorsan a kocsikat. Van ez a 60 ohmos X5. Ez most az új kedvenc. Van ez a megint 60 ohmos 760, aminek sötétített lámpája van, és egyedi hajós dudája van, ez a hajókürt. Hát elég jó, ezt én alakítottam így össze. Van ez a S8-as, tehát igazából A8-as Audi, csak hanem egy S-line-os variánssal. Hát azért hátulról azért jobban néz ki sokkal, tehát azért ez a két kipufogó azért. Na hát jó, nagyon jó. Illetve van ez a kis Bugatti. Hát igen, ez is egy elég erős autó. Ez azt hiszem, ez is 60 ohmos, ez pedig csak sima versenyes. De még ezt szeretném még majd kivenomozni egyszer, hogyha lesz időm. Illetve van ez a kis Bugatti. Az a kis nagy kedvenc autó. Hát akkor lássunk is neki, ja nem is autóval megyünk. Azért nem szeretek autóval menni, mert mindig össze szokott lenni. Összetörik, szóval inkább most hanyagoljuk. Na, mi mindig csak 135-en vannak, jól van, itt legalább biztos, hogy nem fogok lagolni. Oda kell futnunk a kék CP-hez, ahol föl tudjuk venni a céges jármű kamiont. Céges jármű kamiont, igen. Van egyébként egy nagyon erőt megspóroló anim, ez a Valk 33, az a szoktam eltávolni, most nem szeretem beírni, nem szeretném beírni. Igen. Jó, és akkor fel is vettük a munkajárművünket, most pedig
fölvesszük, hogy mit kell vinni, mit kell bepakolni. Megnézzük a fuvarlevelet. Berakodás San Pedro Depo körte. Kirakodás Los Santos Klakinbek körte. Tehát ha jól gondolkozok, akkor ezzel egy fuvar van, tehát ez most így elég jó lesz akkor ezért pénz arányában. Beállunk ide. Hát azért elég jobb féklámpája van a kocsinak, a kamionnak. Leállunk. Hoppa. Véletlen volt. Szépen följövünk ide. Jaj, megfeledkeztem erről a kis tologatós kocsiról, ezt a zenét most lenyomom egy kicsit. Legalább addig még itt elmegyünk. Rá kell állni, és akkor bal klikkel föl tudjuk venni ezt a kocsit. Nem jut eszembe hanyas animációval, de lehet kocogni. Igen, itt is bal klik, tehát ennyire egyszerű. Mindjárt megnézzük gyorsan, nem mutatom. Nem, ez az öreges stílus. Ez nagyon nem. Ez a vagány vagyok stílus. Ez is az... Azt hiszem 8 körül van. Ez a részek stílus. Ez a kigyúrt stílus. Igen, és megvan. Tehát ezzel 8-as a kicsit tudunk kocogni. Jó, be kell rakni belőle, hogy mindegyik beférjen biztosra. De hát azért valóságban is így végig kocogom, tehát ezzel nincs gond. Viszonylag régóta játszok, úgymond. De csak level 28-as vagyok. Valaki érdekel. Ezt is meraktuk szerintem. Van még 4 ládánk. Igen. Hát szerintem be fog férni. Akkor így próbálunk kicsit. Így, tökéletes. Mondjuk a oda akkor nem biztos, hogy bírok mellé rakni, de hát majd meglátjuk. Várjátok, visszafordulunk. Igen, beleír a másik dobozba, te féltem. Akkor erre az oldalára, hát csak 3-4, ja, még 4 van, tényleg. Jó. Na, vagy ha be bírjuk pakolni, legfeljebb kipakolom és újból rendezem. Ezt arrébb rakjuk, ez itt biztos, hogy nincs jó helyen. Mondjuk így. Hát nem biztos, hogy be fog férni, még... Még van 3. Igen, a koltot nem vettem ki, tényleg most jutott eszembe. Így láttam, hogy nincs benne a... Alul, nem írja. Ó, be fog ez férni. Nem kell itt aggódni. Jó. Azért szépen jönnek fölfele az emberek. Na,
Na már csak egy van, ha minden igaz, és akkor utána még be kell rakni ezt a kocsit is a kamionba. Igen, ilyenkor mindig mindenkinek más van, tehát nem lehet véletlenül ugyanazt elvinni. Úgyhogy ezt jól megoldották. Elvileg ez így fölnyomjuk ezt az emelő hátfalat. Hát egy kicsit kilóg. Ha nem, nem jó ki. Eltűnt. Eltűnt. Na mindegy, jó lesz így, szerintem. És akkor... hova kell menni? Clockingbell. Oké. Ezt egyébként írja is majd nekünk a térképen, mindjárt megmutatom. Tehát igen, itt van a Clockingbell, de ezt mindig írja azt, ahova kell vinni. Ami kell vinnünk. Igen, van benne szígó, de le van némítva. Mindjárt visszaadjuk rá a hangot. Csak azért értem le, mert itt szól a zene. Ez egy kicsit hangos lesz. Mondjuk így. Hát igen, ez nem egy gyors járt, mi nem is egy túl biztonságos. Hát elmegyünk itt erre, ahol én ismerem az utat, lehet, hogy vannak rövidebb utak is egyébként. Húha. Kanyarodás az tényleg vészes. Igazából minden elvégzett munka után 2000 dollárt kapunk. Ez most éppen szerencsésebbik eset, mikor egy tucnyi dolgot kell elvinni egy helyre, tehát nem úgy, hogy két félét két helyre, és azért kapsz 2000-et, vagy azért, hogy egy helyre viszel egyet is. Azért. Azért kapsz 2000-et. Közben megyek ám, csak néztem. Jó, mert ez nem tud bele gyorsulni a trafiboxba. De ez ilyen lassú autóval is rég mentem már. Nincs. Bocsi. Ennél a kanyarnál kell még nagyon vigyázni, mert látjátok, hogy hogy fordul ki ez a Bösszmann a gyószág. Most nem akarok zenét kapcsolni, de szoktam egyébként, ha egyedül megyek. Hát azért úgy csak nem unalmas. De ezen nem majd lesz a videó alárakva, szóval nem kell aggódni, hogy ezért nem lesz itt semmi. Egyébként a... Jajajajajajaj. Egyébként az autókról lesznek majd speed tesztek. A Bugattiról már van, ami nem olyan jól sikerült. De a többiről is lesz majd speed test, illetve majd, ha még veszek olyan autót, akkor a többiről, valamint újat veszek, arról is lesz. Illetve az S8-ról lesz most is speed test, mert mikor kivenem osztam, is lesz belőle egy speed test, hogy hát egyenesen menjünk szerintem. Üdvözöllek a szígónak. Üdvözöllek a szígónavigáció. Mint elmegyünk, és a VH-nál elmegyünk mögötte, és a VH-nál megyünk igazából mögötte. Erre most nem figyeltem.
Ajajaj, mindegy, csak 200 dollár nem olyan sok. Nekem. Hol 8000 dollár fix. Nem egy olyan túl drága. Kikerüljük a bukkanót, mert már kikerüljük. Nagy felhagyjunk már itt erre. Hát igen, azért haladunk 30-es táblánál 110-zel. Csapatjuk neki, elmegyünk jobbra. Hát igen, itt volt egy kis akadás. Itt is jobbra. Nem már látható a déli egyébként. Az egyik legtöbbek által kedvelt hely, ahol kereskedni szoktak. Arra kanyarodok felé, én most úgy sincsenek sokan. Hát igen, most azért elég kihalt. Nem ilyen szokott lenni. Jajajaj. Hoppá. Kikoccoltam az oszlopot. Na, ezt sem sikerült leírni. Azért valamit RP-zzünk is. Piros lámpa? Igen, piros. Itt van a Seaburger, ami szintén egy elég sokak által kedvelt helyét szokott lenni tuningtanul is. Hát ez a videó egyébként lehet, hogy egy ilyen kis városbemutatás is lesz itt munka közben. Hát igen, ez lehet, hogy ez lesz. Lehet, hogy egyébként jobban jártunk volna, ha az autók fölött jöttünk volna el, és az északi előtt, az északi benzinkút előtt. Nos, ja, itt a Clucking Bell, el kell menni jobbra. Szépen bejövünk ide. Így, erről mutatják a nyilak is. Bár mondjuk azt szerintem nem arra. Fölmászunk szépen, ezzel megspórolva. Így. Szépen levesszük. Elindítjuk, hogy lefele menjen, de ugye lebírunk róla jönni. Hogy mire visszaérünk, addigra ugye kocsival nem lehet ugorni. Ezért valóságban se ugrasz így a kocsival. Igen, láthatjátok, hogy tiszta kopasz a tarkom. Ezt egyébként... Itt a gomb. Igen, a fejem külön fordul, ez egy kicsit nehéz be lőni, hogy ez merre áll. Jajajajajajaj. Na, merre van a fejem? Igen, egy kicsit bonyolult így ezzel a nyíl meg egér kombinációval így forogni. Finoman, mert ugye az egér, hogy a nyilakkal azokkal így körbe tudok fordulni. De akkor csinálom egy ilyet. Most csak pont nem látom a... Igen, most már látom.
Igen, ez a first person nézet, ez egy ilyen dolog. Ennyi elég is volt. Opa, nézzétek, majd nem bírok pár jelet írni ma. Hát igen, már csak kettő van fönt, kettő doboz, és akkor ezután megkapjuk elvileg. Megkapjuk elvileg majd a fizetésünket. Most valami nem működik a gomb, mindegy, lejöttem. Ha most működik. Na már csak az az egy doboz körte van fönt. Igen, látjátok, megkaptuk. Igen, itt van Steven, vagy itt volt. Hú, azért egy kicsit néztem, hogy... rossz CD, azért egy pár szóval eljátszották már velem ezt az admin bácsik. Na hát akkor menjünk. Nos, hát igazából ennyi lenne egy fuvar, egy áruszállító melóval. Én most visszamegyek San Fierroba, és onnan veszem fel, hát oda kapok majd San Fierron belőle munkát. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, like, és iratkozzatok is föl természetesen. Ha van valami gondolatotok, akkor nyugodtan írjátok le. Nyugodtan írjátok le videó alá kommentbe, mert meg fogom nézni azokat is. Ami javaslat, vagy valami hasonló dolog, esetleg rövidebb útra, hogy ne kelljen így körbejárni. Úgy tilamból. Ezt hogy csak úgy itt hagyták. Egyébként nem tudom ezeket a... A BMW-ket ezeket meg lehet-e most venni, vagy ez most hogy van. Na mindegy, köszönöm szépen, megnézzétek a videót. Sziasztok!